Egyre népszerűbb a nyugdíjas korosztály foglalkoztatása. A munkavilágától már visszavonult idősebbek közül ugyanis sokan választják azt a lehetőséget jövedelmük kiegészítésére, hogy kevesebb órában vállalnak bizonyos állásokat, mondta elstábunknak az egyik Pécsi Nyugdíjas Szövetkezet üzletág fejlesztője. Tóth Gabriella hozzátette, hogy amennyiben ilyen szervezeten keresztül jelentkeznek a nyugdíjasok, akkor két feltételnek kell megfelelniük. Az egyik, hogy öregségi nyugdíjjal kell rendelkeznie a nyugdíjasnak, ezt nyilván egy határozat tudja nálunk igazolni, illetve van egy egyszeri tagsági díj, amit ha befizet nálunk, ezzel a jogi feltételeknek megfelelt, és innentől kezdve tag nálunk, és dolgozhat rajtunk keresztül bármelyik munkáltatónál. Ez a fajta foglalkoztatási forma egyébként hasonló a diákmunkához. Azonban amíg a tanulók előbb-utóbb felnőttként töltik be az állásokat, addig a nyugdíjasoknál nincs felső korhatár. Legyen szó bármilyen végzettségről, számos területen elhelyezkedhetnek a már visszavonult munkavállalók. Egy a napokban megjelent szabály szerint a korábban pedagógusként dolgozók is újra taníthatnak iskolákban, illetve végezhetnek nevelői tevékenységet óvodákban. Az állami szférában eddig csak külön kormányengedélye volt eddig erre lehetőség. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség lesz, még nyilván akár a szövetkezeten keresztüli foglalkoztatásnak, akár az egyéb foglalkoztatásnak még most kidolgozzák a részleteit, ezt várjuk szeretettel, de minden nyugdíjas pedagógust várunk mi is szeretettel, hogy elhelyezhessük őket és együtt dolgozhassunk. Bár a részletek még nem derültek ki a nyugdíjas pedagógusok újbóli munkába állásáról, annyi biztos, hogy aki ilyen módon visszatér az oktatásba, továbbra is részesül a neki folyósított nyugdíjban. A most megjelent rendelet 2023. augusztus 31-ig érvényes, vagy amíg a háborús veszélyhelyzet fennáll.